Iszlám szélsőséges gyilkolhatott Ausztriában, saját feleségét ölte meg egy parkolóban, macedón származásúak. Újból nagyot nőttek a fizetések, egy év alatt 10%-kal emelkedett az átlag, idén is folytatódik. Tovább terjed az influenza, már több mint 30 kórházban van látogatási tilalom. A magyar kultúrát ünnepelték itthon és a határokon túl, 196 éve fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Ez a híradó 7:30 az M1-en, Németh Balázs vagyok, estét kívánok, kezdünk. Szélsőséges iszlamista lehetett az a férfi, aki tegnap Ausztriában egy üzletparkolójában megölte saját feleségét. Az internetre feltöltött képek szerint az iszlám állam híve lehetett, azt nem tudni, hogy Macedóniában vagy már Ausztriában radikalizálódott. 3 hét alatt 5 nőt gyilkoltak meg Ausztriában, 4 esetben bevándorló a gyanúsított. Az osztrák belügyminiszter az újabb gyilkosság után további szigorításokat szorgalmaz a bevándorlás politikában. Még órákkal a gyilkosság után is helyszíneltek a nyomozók ennek a Tulni élelmiszerboltnak a parkolójában. A 32 éves nőt a saját férje szúrta le, az asszony azonnal meghalt. A 36 éves macedón férfit elfogták, beismerő vallomást tett. Jamal M. festőként érkezett Ausztriába, de nem dolgozott, szerencsejátékfüggő volt és szélsőséges iszlamista nézeteket vallott. Erről az osztrák OE24 nevű hírportál írt. Az internetre feltöltött képek szerint az iszlám állam híve lehetett. Egy fotón például az ISIS harcosok üdvözlését használta. Vagyis a jobb mutató ujját felfelé tartva azt jelezte, csak Allah létezik számára. A férfi erőszakos viselkedéséről egyébként az osztrák hatóságok is tudtak. A feleség ugyanis már korábban egy anyaotthonba menekült előle. Távoltartási végzése is volt közös gyermekeikre, hogy ne bánthassa őket. A férfit viszont semmi nem érdekelte, több ember szeme láttára szúrta le a nőt. Idén ez már az 5. gyilkosság volt Ausztriában, amelynek áldozata nő volt, és a 4. olyan, amely bevándorlókhoz köthető. Január elején egy 40 éves nőt gyilkolt meg brutálisan török férje Amstettenben. Az osztrák lapok arról írtak, a férfi 38 készszúrással végzett feleségével, saját gyermekei szeme láttára. Egy hete egy 25 éves nőt szúrt le a saját 21 éves öccse a bécsi főpályaudvaron. A gyanúsított egy etióp származású férfi szakácsként dolgozott Ausztriában. Vélhetően drogügyletben vett részt, emiatt alakult ki közöttük vita, majd egy konyhakéssel leszúrta a nőt a pályaudvaron. Bécsújhelyen pedig egy 16 éves osztrák lányt folytott meg a barátja egy szíriai bevándorló a városban. A lány holttestére egy parkban találtak rá, a tettes az ágak és lehullott levelek alá rejtette. A rendőrök szerint az áldozat szakítani akart a férfivel, aki ezért megverte és megfojtotta. A feltételezett szír gyilkost azóta elfogták, kiderült már korábban is voltak rendőrségi ügyei. Tavaly október óta ki akarták utasítani az országból, mégis maradhatott. Szombaton este több százan tiltakoztak Bécsújhelyen a migráns bűnözés ellen, sokan mécseseket is gyújtottak. Valaminek változnia kell, ez biztos. Ha valaki bűncselekményt követel, azt azonnal ki kellene utasítani az országból. Nem lenne szabad megvárni, amíg valaki meghal, mondta az egyik tüntető. Úgy vélem, a bevándorlók integrációja csak a baloldali álmodozók fantáziájában létezik. A valóság, hogy olyan emberek élnek Ausztriában, akik úgy tekintenek a nőkre, mint a saját tulajdonukra. Erről az osztrák belügyminiszter beszélt az egyik kereskedelmi televíziónak adott interjújában. Herbert Kickl a gyilkosságok kapcsán azt mondta, ezek nem egyedi esetek, ezért itt az ideje, hogy belássuk, ez így nem mehet tovább. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy azok az emberek, akik idejönnek hozzánk és menedékért könyörögnek, mert elvileg üldözik őket a hazánk, Ausztriába érkezve fiatal nőket gyilkolnak meg, mondta az osztrák belügyminiszter, aki azt hangsúlyozta, elég az erőszakos migránsokból, azonnali szigorításokra van szükség. Tervei szerint a jövőben Ausztria gyorsabban toloncolná ki a bűnelkövető bevándorlókat. Ha ez túl sok időt venne igénybe, akkor harmadik országba küldenék őket.
Ha a kitoloncolás minden formája kudarcba fullad, akkor a harmadik verzió lépne életbe. Egy tranzitzónát képzelek el a repülőtéren, amit csak egyetlen irányba lehetne elhagyni. Vagyis felülhetnek a repülőre, elmehetnek, de nem mozoghatnak szabadon Ausztriában. Mondta Herbert Kickl, aki Európát egy süllyedő hajóhoz hasonlította. A kötelező kvótákra utalva úgy fogalmazott, az nem megoldás, ha beömlő vizet elosztjuk a kabinokban. Egyszerűen be kell tömni a lyukat. Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy Ausztria szembe megy az Unióval, de mint fogalmazott, segíts magadon, Isten is megsegít. Ausztriának pedig most arra van szüksége, hogy szigorúan lépjen fel a bűnelkövető migránsokkal szemben. Megkérdeztünk egy 10 éve Ausztriában, egészen pontosan Bécsben élő magyar nőt. Nem csak az utóbbi 3 hét eseményei, hanem az utóbbi évek alapján mondja azt, hogy megváltoztak a hétköznapok. Nőként sötétben félve megy ki az utcára, nem szívesen vesz fel pénzt a bankban, azt mondja, hogy még vezetni is óvatosabban kell, mint korábban. Azt is hozzátette, hogy sok osztrák ismerőse át akar költözni Magyarországra, mert ide nem engedték be a bevándorlókat. Autóalkatrészek eladásával és beépítésével foglalkozik Noll Erzsébet Bécsben. Férjével együtt 10 éve vezetik az üzletet. Azt mondja, aggódik, mert az utóbbi 2-3 évben egyre több arab származású vevőjük van, akik egyszerűen nem akarnak fizetni. De volt olyan is, hogy egy használt alkatrészért agresszíven pénzt követeltek. A végén már ő elkezdett velem kiabálni, én szintén kiabáltam. A végén már ott tartottunk, hogy mondom, ennek így nem lesz vége, van itt riasztó az irodában, megnyomtam a pánikgombot. Ekkor a férje azonnal a segítségére sietett, de az arab férfi nem hagyta abba a fenyegetőzést. Nem kiabálás volt, nem fajult semmi tetlegességig, semmilyen nem történt, csak egyszerűen, hogy én ilyen hangnembe ővele ne merjek beszélni. És ezért mondta azt, hogy utána, amikor már a férjem is előre jött, hogy ha ő vele a felesége ezt csinálná, akkor ő neki már elvágta volna rég a nyakát. A nő azt mondja, szinte hetente éri hasonló atrocitás a saját üzletében, ezért 1 évvel ezelőtt kamerákat és riasztót szereltetett fel. Rajta kívül a boltban csak férfiak dolgoznak, kolléganője már korábban felmondott. De nem csak a munkahelyén kötöttek eddig bele a migránsok. Azt mondja, nemrég egy muszlim férfi sofőr le akarta tolni az útról, mert nem adott neki elsőbséget. Mindjárt a következő húzása az volt, hogy egy boxert kimutatott az ablakán, hogy jobb, hogyha elnyugszom, mert különben ő majd akkor befékez, gondolom, vagy nem tudom, mit csinált volna. Szerinte megváltoztak a mindennapok Bécsben, nőként félve vesz fel készpénzt a bankban. Sötétedés után már sehova nem megy, a barátaival is csak inkább otthon találkozik, mert mint fogalmazott, nem lehet tudni, melyik migránsnak lesz éppen aznap az útjában. Nagyon sok osztrák ismerősömtől is hallom, hogy a magyarok ezt nagyon jól csinálták, nem engedték be a migránsokat, és konkrétan tudom azt is, hogy nagyon sokan ezért most már a határmenti városokban, illetve az országban belül is lakást, házat vesznek, mert Ausztriából lassan azt kell, hogy mondjam, hogy menekülnek az emberek. Néhány napja egy bécsi férfi is arra panaszkodott az M1-nek, hogy a migránsok miatt egyre nagyobb a bűnözés a városban. Bécs már nem a régi, a bűnözés már túl nagy méreteket öltött, minden napra van valami, ez itt túl sok, fogalmazott. Ezek a felvételek, amelyeket az M1 is bemutatott, néhány éve készültek az osztrák fővárosban. Egy migráns először egy villamos útját állta el, majd az útkereszteződésben közlekedő autók közé sétált, ahol nekifutásból rávetette magát egy arra közlekedő kocsira is. Többen is megpróbálták megfékezni, sikertelenül. A főként migráns hátterű fiatalok Bécsben rendszeresen egymás között is összeverekednek, és nem ritka az sem, hogy a rendőrökre is rátámadnak. Ez látszik ezeken a felvételeken is, amelyek tavaly márciusban készültek a bécsi pályaudvaron. Itthon is illegális bevándorlókat találtak egy tehervonaton. A soproni rendőrséget riasztották azzal, hogy a vasútállomáson az egyik tehervagont fedő ponyva alatt mozgást észleltek. A rendőrök 2 embert találtak a vagonban, afgánnak mondták magukat, és kiderült, hogy Kelebiánál jutottak be az országba. A jogszabályok szerint visszaviszik őket a déli határhoz, hogy ha akarnak, akkor a tranzitzónán keresztül legálisan próbálkozhatnak. Fokozódik az olasz-francia ellentét a bevándorlás miatt. A napokban mindkét olasz kormánypárt vezetője Franciaországot és a francia gyarmatosító politikát tette felelőssé azért, hogy tömegével indulnak el az illegális bevándorlók Afrikából Európa felé. Párizsban emiatt tegnap bekérették az olasz nagykövetet.
A konfliktus tulajdonképpen már hónapok óta tart, hiszen Emmanuel Macron és más francia vezetők többször bírálták a római kormányt a bevándorlás ellenes lépések miatt. Ez nem tetszett Salviniéknek. Csak nem 400 migránst vettek fel csónakokról és szállítottak a szárazföldre a hétvégén különböző hajók Líbia partjainál. Mindezt alig egy nappal azután, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága bejelentette. Legalább 170 illegális migráns halt meg, hogy tűnt el a földközi tengeren két hajó balesetben. Emiatt megint éles vita alakult ki az illegális bevándorlás kezelése miatt Olaszország és Franciaország között. Az egyik olasz kormánypárt, az Öt Csillag mozgalom vezetője, ugyanis vasárnap azt mondta, az Európai Uniónak szankcionálnia kellene azokat az országokat, amelyek politikájukkal csak hozzájárulnak a migrációs nyomás növeléséhez. Ha beszélni akarunk a migráció hatásairól, akkor szót kell ejtenünk azokról is, akik életüket vesztik a tengeren. Beszélnünk kell ennek okairól is. Ma sokan azért hagyják el Afrikát, mert egyes országok, elsősorban Franciaország, sosem hagytak fel a kontinens gyarmatosításával, mondta Luigi Di Maio. Az olasz kormányfő helyette szerint ideje, hogy Brüsszel fellépjen azon országok ellen, amelyek Afrika kizsákmányolásával gerjesztik a migrációt. Di Maio szavai hatalmas felháborodást keltettek Párizsban. Az olasz nagykövetet hétfőn bekérették a francia külügyminisztériumba. Az Öt Csillag elnöke ezt követően megismételte előző napi kijelentéseit. Nem hiszem, hogy ez diplomáciai kérdés lenne. Úgy gondolom, hogy Franciaország az egyik olyan állam, amely gátolja Afrika fejlődését, mondta Luigi Di Maio. Az Öt Csillag vezetőjéhez csatlakozott a másik koalíciós pártot, a Ligát irányító Matteo Salvini belügyminiszter is. Szerinte Franciaországnak nem áll érdekében Líbia stabilizációja, mert az rontaná Párizs kőolajipari érdekeit. Pedig az észak-afrikai országnak kulcsszerepe van az illegális migráció és az embercsempészet visszaszorításában. Matteo Salvini kedden Facebook oldalán kétszínűnek nevezte Emmanuel Macron francia elnököt, amiért az befogadásról beszél, de nem engedi át a migránsokat a határon. A két ország viszonya tavaly nyáron vált feszülté, amikor az új római kabinet szigorításokat vezetett be, és lezárta a kikötőit a migránsokat szállító hajók előtt. Emmanuel Macron sokszor kritizálta a lépést. Most a Liga elnöke azt írta, emberségből nem fogad el kioktatást éppen a francia elnöktől. Matteo Salvini üzenetében arra utalt, hogy a francia hatóságok az elmúlt években több tízezer migránst utasítottak vissza a francia-olasz határon. Beszámolók szerint a rendőrök sokszor éjszaka szállították vissza kisbuszokkal a határra az illegális bevándorlókat, ahol magukra hagyták őket. 505 millió forinttal támogatja a magyar állam három szíriai kórház működését. Az erről szóló okiratot Orbán Viktor személyesen adta át a szíriai apostoli nunciusnak. A miniszterelnök megerősítette, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol baj van. Ezért segíti Magyarország a három kórházat, és ezért indult el a ma már többfelé jó példaként emlegetett Hungary Helps, vagyis Magyarország segít program. Földig rombolt házak, templomok és iskolák, üres utcák, romok és por, így festett a háborút követően az egykor virágzó szíriai város Aleppo. A település elvesztette lakosainak kétharmadát, sokan elmenekültek és sokan meghaltak. A háború sújtotta Szíriában a magyar kormány több humanitárius programot is támogat a Hungary Helps program keretében. Az utóbbi években Magyarország segítségével többen visszatérhettek otthonaikba, de hazánk hozzájárult például a háborús pusztítás miatt segítség nélkül maradt emberek egészségügyi ellátásához is. 8 évvel ezelőtt Szíriát teljesen váratlanul öntötte el az erőszak áradat, a brutalitás pedig elsősorban a kisebbségeket, leginkább a keresztényeket sújtotta, mondta a szíriai apostoli nuncius a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mário Zanári bíboros kiemelte, a helyi keresztény egyházak által működtetett kórházak nem csak keresztény betegeket gyógyítanak. A muszlimok pedig sokszor a kórházban csodálkoznak rá, hogy azoktól kapnak segítséget, akiket hitetleneknek neveznek. Ez a legkevesebb, amivel tartozunk a szenvedő emberekkel, hogy felismerjük az ő fájdalmukat, meghalljuk az ő segélykiáltásukat. A miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a magyar kormány Hungary Helps programjának két célja van Szíriában. Egyrészt életeket szeretnének menteni, másrészt jövőképet, perspektívát akarnak adni az embereknek.
Azbej Trisztán hozzátette, csak Szíriában 5 iskola működését támogatják, és segítik a szintén szíriai kórházakat is. Utóbbit 505 millió forinttal. Itt arról van szó, hogy az egész egészségügyi ellátásnak a közelfele, vagy talán bíboros atya beszámolra több mint fele, egész egyszerűen megsemmisült. Itt emberek halnak meg, ennek a pusztításnak a nyomán több ember hal meg, mint amennyit meggyilkoltak a háború során. Magyarország egy teljes évig finanszírozza 3 szíriai kórház működését. Az erről szóló okiratot kedden adta át Orbán Viktor Mário Cenári bíboros szíriai apostoli nunciusnak Budapesten. A miniszterelnök elmondta, Magyarország elkötelezett a Közel-Keleten szükséget szenvedő közösségek és családok megsegítésében, és szeretne hozzájárulni a háború okozta humanitárius katasztrófa enyhítéséhez. Emlékeztetett, hazánk határozott álláspontja továbbra is az, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Az Európai Unió és Afrika közötti együttműködésnek nem lehet célja a bevándorlás növelése. Erről beszélt Brüsszelben Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek tanácsülésén, amelyen ezúttal az Afrikai Unió külügyminisztere is ott voltak. Szijjártó Péter azt mondta, hogy az Unió nem csábíthatja az afrikai embereket Európába, hanem éppen ellenkezőleg arra kell törekednie, hogy otthon tartsa őket. Ehhez pedig megfelelő támogatást kell adni az afrikai országoknak. Le kell szögezni minden egyes migrációról szóló tárgyalás elején az afrikaiakkal azt, hogy a migráció az nem alapvető emberi jog. Sajnos a globális migrációs csomag ezzel ellentétes hazug kontextust teremtett, de világossá kell tenni, hogy a migráció nem alapvető emberi jog, és azt is világossá kell tenni, hogy a migrációnak nagyon komoly biztonsági kockázatokra vonatkozó aspektusai és következményei vannak. És mi azt gondoljuk, hogy ezek a biztonsági kockázatok, ezek érintik mind a kiindulási, mind a tranzit, és mind a célállomásokat. 60 nappal meghosszabbította a bíróság a korábban terrorizmus miatt elítélt Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét. A bíróság szerint azért indokolt bent tartani a szír férfit, mert hogyha kiengednék, akkor meghiúsíthatná a kiutasítását és megszökhetne. A szír férfi 5 évet kapott jogerősen, mert 2015-ben a röszkei tömegzavargás és a rendőrök elleni támadás egyik hangadója volt. A büntetés 2/3 kellett leülnie, jelenleg a kiutasításra vár, várhatóan korábbi lakóhelyére Ciprusra toloncolják ki, addig azonban a nyírbátori befogadó központban őrzik. A jövőben még több segítségre számíthatnak a magyar családok, bővülhet a családtámogatási rendszer, ezt tervezi a kormány a decemberben véget ért nemzeti konzultáció eredménye alapján. Mostanra összesítették a csaknem 1,4 millió választ, ezekből a kormány szerint az derült ki, hogy az emberek szinte kivétel nélkül igent mondtak a családok és a gyerekek támogatására, és nemet a bevándorlásra. November elején kezdődött a 8. nemzeti konzultáció. A mostani a családok védelméről szólt. A nyomtatványokon 10 kérdést tettek fel. A kormány többek között azt kérdezte az emberektől, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a népességfogyás nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni. Hogy kellett támogatást adni a fiatal házaspároknak az önálló életkezdéshez, több gyermek vállalása esetén járjon-e több támogatás? Választ vártak továbbá arra, hogy bevezessék-e a valódi főállású anyaság intézményét, és hogy a családtámogatások költségvetése kapjon-e 2/3 védelmet. Mindenek előtt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki elmondta a véleményét. Összesen 1.382.000-en éltek ezzel a lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy a mostani konzultációt 20-szor többen töltötték ki, mint az Európai Bizottság kérdőívét. Másfelől pedig egyetlen ellenzéki pártra sem szavaztak annyian, mint amennyien a mostani konzultációban részt vettek, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hozzátette, a részvételi adatok tekintetében az eddigi konzultációk közül a mostani a 3. a rangsorban. A résztvevők 8%-a interneten töltötte ki az ívet, 92%-uk pedig a postai visszaküldést választotta.
Az eredmények alapján a magyar emberek nagy felhatalmazást adtak a kormánynak arra, hogy tovább bővítse a családtámogatási rendszert. És azt is megerősítik, hogy Magyarországon nem bevándorlásra, hanem a gyermeket nevelő családok megerősítésére van szükség. A cél ezek alapján egyértelmű, Magyarország maradjon Magyarország, és legyen családbarát hely is. Az államtitkár úgy fogalmazott, az európai összehasonlításban is magas részvételi hajlandóság azt bizonyítja, hogy a nemzeti konzultáció nagyon jó lehetőség a párbeszédre a választások közötti időszakban. Azt látjuk, hogy a családok védelmét szolgáló és a családokat segítő lépések tekintetében nemzeti konszenzus van Magyarországon. A konzultációra adott válaszok megerősítették, hogy a magyar emberek a jövőt a magyar családok támogatásában, a magyar gyerekek születésében látják, nem pedig a bevándorlásban, a migráció támogatásában, mondta a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin úgy fogalmazott, csak nem 1,4 millió ember erősítette meg a kormányt abban, hogy a családok segítéséért a jövőben is dolgozniuk kell. Mondhatom azt is, hogy házi feladatot kaptunk a magyar emberektől, nem is keveset. Olyan házi feladatokat kaptunk, amelyeknek a megvalósítását az elkövetkező napokban el is kezdjük, és ígérhetem azt, hogy a következő hetekben döntések is fognak születni. Olyan döntések, amelyek ismét a magyar családoknak a segítését szolgálják, amelyek ismét tovább bővítik a magyar családtámogatási rendszert. Az államtitkár hozzátette, a nemzeti konzultáció, amely méltó lezárása volt a 2018-as családok évének, újabb segítséget és támogatást hoz majd a magyar családoknak. Tavaly novemberben ismét átlagosan több mint 10%-kal nőttek a fizetések, már 71 hónapja, tehát csak nem 6 éve folyamatos az emelkedés. Az infláció még mindig alacsonynak mondható, így nem csak az összeg emelkedik, hanem nagyjából 8%-kal többet is érnek a fizetések a boltokban, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban gyakorlatilag plusz egy havi bért keresett mindenki a 17-es szinthez képest. Speciális géppel fújják fel a vakolatot a falra, amit aztán elsimítanak. Itt pedig már az ablakkereteket szerelik be a helyükre. A befejezéséhez közeledik ennek az Alaegerszegi Társasháznak az építése. Munkából most nincs hiány az építőiparban. Jó szakemberekből viszont annál inkább. Ennél az alai vállalkozásnál a közelmúltban többször is emelték a fizetéseket, hogy a munkások ne menjenek a közeli Ausztriába dolgozni. Ahogy én visszaemlékszem, a 20-25%-os béremelést minimum kellett, hogy végrehajtsunk, ahhoz, hogy a meglévő állományt egyáltalán meg tudjuk tartani. Viszonyítva az előtte lévő évekhez, ott azért az nem volt ilyen mértékű a béremelés. Tavaly az építőiparban volt a legnagyobb a béremelés, az átlagkeresetek legalább negyedével növekedtek. Ez is közrejátszott abban, hogy a kormány becslése szerint 2018-ban a gazdaságban több mint 11%-kal emelkedtek a bérek. Ezt erősítik a legfrissebb adatok, amelyek szerint januártól novemberig a bruttó és a nettó keresetek egyaránt 11,5, a reál keresetek pedig 8,5%-kal növekedtek éves összehasonlításban. 2017-ben és az első 11 havi adatok alapján a tavalyi évben is több mint egy-egy havi keresettel vihettek haza többet, tehát a magyar munkavállalók. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, a keresetek a köz- és a versenyszférában egyaránt nőttek, és ami figyelemre méltó, hogy tavaly a fizikai munkát végzők bére az átlagosnál is többel, csak nem 13%-kal növekedett. Bodó Sándor azt is kiemelte, hogy az adatok azt mutatják, már nem csak az iparilag fejlett régiókban emelkednek jobban a keresetek. Nem egyforma a gazdasági lehetőség mondjuk a keleten, a nyugati végeken vagy a fővárosban. Természetes kormányzati cél, hogy azokat a lemaradó megyéket, ahol alacsonyabb a bér, tudjuk segíteni, és hát most az utolsó mérések szerint folytatódik az a tendencia, hogy ezekben a megyékben is, Baranyában, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Borsod, Békés, jelentősebb a növekedés az országos átlaghoz képest. Az államtitkár a bérek folyamatos emelkedését a kormány kezdeményezésére létrejött 6 éves bérmegállapodással, az életpálya modellek bevezetésével, az adócsökkentéssel és a növekvő szakember hiányal magyarázta. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a fizetések idén is növekednek, méghozzá a tavalyhoz hasonló mértékben. Már tudjuk, hogy ismét 8%-kal emelik a minimálbért és a garantált bérminimumot. Ez már önmagában azt jelenti, hogy lesz egy elég magas bérnövekedés. De azt is látjuk, hogy továbbra is munkaerő hiány van számos ágazatban, ahol várhatóan akár 10% fölötti bérnövekedés
növekedés is lehet. Tehát így összességében 2019-ben is elérhetővé válik a két számjegyű növekedési tempó a bérekben. Ami azt is jelenti, hogy a reálkeresetek is tovább nőnek, az elemzők és a kormány számításai szerint is 6%-kal, vagyis ennyivel többet ér majd a pénzünk idén. A növekvő keresetek pedig tovább mérsékelhetik az elvándorlást, hozzájárulhatnak a fogyasztás bővüléséhez, ezen keresztül pedig a gazdaság erősödéséhez. Amióta Magyarország hátat fordított a balliberálisok rossz gazdaságpolitikájának, azóta 800 ezerrel több embernek van munkája, és közben folyamatosan nőnek a bérek, így reagált az adatokra a Fidesz. Böröc László szerint a baloldal nem becsülte a munkát, és agyon adóztatta a béreket. A képviselő azt is hozzátette, hogy Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzásuk alatt több mint 1 millió embert tettek munkanélkülivé, a magas infláció miatt pedig a fizetések egyre kevesebbet értek. A Fidesz-KDNP kormányzása óta nagyobb értéke van a munkának, jobban megéri dolgozni, hiszen folyamatosan csökkennek a munkát terhelő adók, és folyamatosan emelkednek a bérek. Több mint a duplájára emelkedett a minimálbér és a szakmunkás minimálbér, valamint 68%-kal nőtt a nettó átlagkereset. Terebélyesedik a Jobbik elnökének botránya, azok után, hogy vasárnap nyilvánosságra került egy felvétel Schneider Tamás esküvőjéről, amelyen a felesége karlendítése is látható. Többen felidézték a politikus egy korábbi megszólalását. 2015-ben arról beszélt Schneider Tamás egy ismerőse kapcsán, hogy sokkal jobb, hogy a muzulmán hitre tért át, mint hogyha a zsidó hitre tért volna át. Mindezek ellenére ma megint több ellenzéki politikus megerősítette, hogy össze kell fogni a Jobbikkal. Bátor egy muzulmán hétre, hát, szíve joga, sokkal jobb, mint hogy a zsidó hétre tért volna. Hát, így vélekedett Schneider Tamás még 2014-ben. A Jobbik mostani elnöke arról beszélt, hogy akkori személyi titkára Dér Zsolt a betyársereg tagjaként áttért a muszlim hitre, de ez még mindig jobb szerinte, mintha zsidó lenne. Bátor egy muzulmán hétre, hát, szíve joga. A Hír TV által vasárnap nyilvánosságra hozott felvétel szerint nem ez volt az egyetlen ilyen eset. A videón az látszik, ahogy Schneider Tamás felesége a Jobbik elnökének nyakában ülve előre lendíti a karját. Nem sokkal később a mozdulatot a fotósok kedvéért is megismétli. Nagyon nehéz utánozni ennek a buzinak a hangját. A felvétel tanúsága szerint Schneider Tamás és neje a lakodalomban is jól szórakozott, miközben egyik barátjuk egy ismert televíziós műsorvezető nemi identitásán viccelődött. Igazából nem nagyon értem, hogy miért vagyok itt, mert igazából nem vagyok híve a férfinő párkapcsolatnak. A paródiát előadó férfi a vendégek jól hallható örömére az afrikai származású fekete pákót, vagy ahogy ironikusan fogalmazott, Schneider Tamás kedvencét is utánozta. Ők voltak akkor még az a vendégmunkás, Schneider Tamás most úgy reagált, szerinte csak poénkodtak, és esze ágában sincs lemondani. Ez egy bohózkodás volt, ezt mindenki látja a képeken, úgyhogy szerintem ugye magánéleti dologban, ami teljességgel ránk tartozik, az nem politikai tevékenység. Nem mondd le, ugye? Vicc. Nem cigányozik a Jobbik, nem buzizik a Jobbik. Bár Schneider Tamás évek óta lejárt lemezként jellemzi a jobbikos politikusok korábbi kirekesztő megnyilvánulásait, a néppártosodás ellenére a mai napig kerülnek elő antiszemita nézetekről árulkodó felvételek. Bátor egy muzulmán hétre, szíve joga, sokkal jobb, mint hogy a zsidó hétre tért volna. A figyelő szerint a korábbi zsidóságról szóló hangfelvétel is bizonyítja, hogy Schneider Tamás nem csak a buli hevében tesz hasonló kijelentéseket. Semmi olyan kijelentés nem hagyta el senkinek a száját, ami vállalhatatlan lenne. Schneider Tamástól stábunk azóta többször is szerette volna megtudni, hogy az idősek, a zsidóság vagy a roma származású kisebbség esetében változott-e az álláspontja. Érdemi választ azonban egyszer sem adott. Az ön véleménye változott azóta? Nincs véleményem ezzel kapcsolatban, köszönöm. Nincsen véleménye? Nincs. A Schneider Tamás esküvőjén készült felvételek miatt a hazai zsidó szervezetek elhatárolódásra szólították fel a civileket és a pártokat. A Mazsihisz elnöke úgy fogalmazott, a Jobbik csak szavakban változtatott a politikáján.
Köves Lomó, az egységes magyarországi izraelita hitközség vezetője pedig hangsúlyozta, egy olyan párt, amely identitását kezdettől fogva rasszizmusra és antiszemitizmusra építette, nem változik meg attól, hogy kijelenti, túlnőtt a fiatalkori eltévejedésein. A szövetségi politika nem esküvőkön dől el. A baloldali pártok ennek ellenére nem határolódtak el a Jobbiktól. Az MSZP-s Hiller István szerint továbbra is érdemes összefogni Schneider Tamás pártjával. Az, hogy a Jobbik honnan jött, annak a tudatában fog az LMP dönteni arról, hogy milyen stratégia, vagy milyen szövetségi politikát alakít ki. Az LMP-s Ungár Péter pedig azt mondta, személy szerint elítéli a mozdulatot, de a Jobbik belső ügyének tekinti a történteket. Jobban tudja az RTL klub, hogy mi történt az MTV a székházában decemberben, mint az itt dolgozó és az ellenzéki akcióban érintett emberek. Legalábbis így tűnik a csatorna tegnapi összeállítása alapján. Tegnap közölte az ügyészség, hogy jogosan léptek fel az MTV a székházában az őrök az ellenzéki képviselőkkel szemben. A hírről az RTL klub híradója is beszámolt, ám ők továbbra is a képviselők erőszakos rángatásáról, vonszolásáról tudósítottak. Az nem került szóba náluk, hogy a politikusok erőszakkal be akartak menni a stúdióba, miközben sértegették, fenyegették az itt dolgozókat. Az ellenzéki politikusokat erőszakkal rángatták le a lépcsőn, majd a kezüknél és lábuknál fogva kitették őket az ajtón kívülre. Részlet az RTL Klub hétfői híradójából. Az összeállításban azt állítják, hogy Hadházi Ákost és Szél Bernadettet az MTVA őrei a kezüknél és a lábuknál fogva tették az ajtón kívülre. Így néz ki az RTL Klub által bemutatott jelenet az M1 felvételein. A képeken jól látszik, ahogy Hadházi Ákos maga kulcsolja át az eléálló Szél Bernadett mellkasát, amikor az őrök a korlátmászás és egyéb szabálysértések miatt ki akarják vezetni. Az ajtón nem a lábuknál fogva teszik ki őket. Ezen az látszik, hogy Varjú Lászlóra a dulakodás közben többször ráülnek és rátérdelnek a biztonsági őrök. Az összeállításban az is elhangzik, hogy Varjú Lászlóra ráülnek és rátérdelnek a biztonsági őrök. A korábban az M1 által is közzétett felvételen viszont látható, ahogy Varjú László elgáncsolja az egyik biztonsági őrt, aki egyensúlyát vesztve támaszkodik meg a képviselőn. Lábát később egy másik őrnek kell kiszabadítani a Varjú László szorításából. Az RTL az iménti jelenetet a hétfői összeállításában nem mutatta be. Ahogy azt sem, amikor a DK-s politikus hosszú perceken keresztül gyalázta a biztonsági őröket. Ugye? Szarér, hogy ért csinálja? Hogy hívták maga? Most megjegyeztem a nevét, most megjegyeztem. Maga az egyik olyan gazember, aki ezt csinálja. Varjú László többször is nekirontott az üzemi területnek számító stúdiónak, és megpróbált átjutni az őrökön, ami miatt végül kiszerették volna vezetni az épületből. Az RTL Klub adásából ezek az akciók is kimaradtak. Kapcsolj már ki! Ja? Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és talpóra rakjuk a kezünket. A hétfői híradóban az sem szerepelt, ahogy Bangóné Borbély Ildikó a spontánnak beállított földre fekvős jelenet terveit részletezi. És Kunhalmi Ágnes ajtónak futását sem adták le. Kérdéseket viszont korábban többször is küldtek a közmédiának. Például azt, hogy az MTVA-nál kidöntött arról, hogy a felvételek mely részletei kerüljenek be az anyagba. Azt is szerették volna tudni, hogy a videón látottak alapján hogyan ítéljük meg az MTVA biztonsági őreinek munkáját. Az MTVA székházban történt események miatt az ellenzéki politikusok és a közmédia is feljelentéseket tett. Arról, hogy az MTVA őrei jogszerűen léptek fel, hétfőn közölt határozatot az ügyészség. Közleményükben azt írták, az országgyűlési képviselők a köztévé székházában nem hivatalos személyként jártak el, ugyanis nem folytattak hivatalos eljárást. De kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy a tüntetéshez kapcsolódva politikai követelések beolvasásával az élő műsorokat megszakítsák. Ezért közérdekű üzem megzavarásának kísérlete és más bűncselekmények gyanúja miatt elrendelték a nyomozást. Az RTL Klub a hétfői határozatról már nem tett fel kérdéseket a közmédiának. Közben a hvg.hu tett közé olyan állításuk szerint eddig ismeretlen felvételeket, amelyek az MTVA épületében készültek. Ezeken ugyanaz látszik, amit már eddig is mutattunk, a képviselők erőszakkal próbálnak belépni üzemi területre, amelyre válaszul a biztonsági őrök eltávolították őket. A központi nyomozó főügyészség, ahogy hallhatták az imént is, éppen tegnap közölte, hogy nagyjából 1000 órányi felvételt néztek meg.
Ezek alapján úgy látják, hogy a képviselők rendbontó magatartása miatt jogszerűen léptek fel ellenük az őrök. Budapesten és 7 vidéki városban tartott forgalomlassító demonstrációt a Mi Hazánk mozgalom a gumiipari szakszervezetekkel közösen. A félpályás útlezárásokkal, az új túlóra szabályok ellen tiltakoztak. Volner János országgyűlési képviselő azt mondta, hogy nem fognak össze a balliberális pártokkal, és nem mennek be a köztévébe azért, hogy idézem, neki szaladjanak egy zárt ajtónak. Ehelyett azonban a dolgozók érdekvédelmi harcát segítik. A politikus kiemelte, hogy az akció 2 helyszínen már eredményes volt, Nyíregyházán és Veszprémben megállapodtak a dolgozók és a munkaadók. A Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt tüntetett Budapesten a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, a tudományos és innovációs dolgozók szakszervezete és az értelmiségi szakszervezeti tömörülés. A szónokok többek között tisztességes bért követeltek a kulturális és tudományos területen dolgozóknak, és párbeszédet sürgettek a kormánnyal. A demonstráción gyertyákat és mécseseket gyújtottak a résztvevők a magyar kultúráért és a magyar tudományért. A Jobbik azt kéri az agráriumban dolgozóktól, hogy csatlakozzanak a sztrájkokhoz, tüntetésekhez. A Jobbik szerint ugyanis az utóbbi évek intézkedéseinek végeredménye, ahogy fogalmaztak, az agrárium teljes lenyúlása. A Jobbik bírálja az agrárkamara működését is. Legyenek részt ezeken a megmozdulásokon, és ők is emeljék fel a hangjukat. Nem lehet a jövőben azt hagyni, hogy kijátsszák egymás ellen a különböző társadalmi csoportokat, és az agrárium szereplői is ugyanolyan veszélyben vannak, mint azok, akik már kimentek az utcára, és akik már tiltakoznak a kormányzat jelenlegi lépései ellen. Az LMP továbbra is úgy gondolja, hogy népszavazáson kellene határozni a paksi bővítésről. Ungár Péter emlékeztetett rá, hogy a választási bizottság eddig elutasította a népszavazási kezdeményezéseket, arra hivatkozva, hogy nemzetközi szerződést érintenének ezek a szavazások. Az LMP azonban ragaszkodna ahhoz, hogy a magyar emberek döntsenek a beruházásról. Ügydöntő népszavazáson kell dönteni a paksi bővítésről. Ez egy annyira nagy beruházás, ami nagyon ritkán fordul elő egy nemzet történetében, ezért a magyar embereknek közvetlenül, nem csak az országgyűlések képviselőkön keresztül döntést kell tudni hozniuk a paksi bővítésről. Megtartották Budapesten az ellenzéki előválasztás második vitáját, ezúttal sem voltak éles különbségek az MSZP-s Horváth Csaba, valamint a Párbeszéd jelöltje Karácsony Gergely vélemények között. A két ellenzéki főpolgármester jelölt, ugyanúgy, ahogy vasárnap megint megerősítette, hogy az előválasztás eredményétől függetlenül a jövőben is együttműködnek. Felháborítónak tartja a mazsihisz cinizmusát az izraeli belügyminiszter Arye Deri nyilvánosan válaszolt arra a levélre, amiben a mazsihisz tiltakozott a Dunába lőtt zsidó áldozatok maradványainak felkutatása miatt. Az izraeli belügyminiszter azt írja, megdöbbenve olvasta, hogy a mazsihisz, idézem, mondva csinált okokra hivatkozva, a zsidó lelkiismerettel szembenállva ellenzi a Duna medrében nyugvó zsidó mártírok földi maradványainak felkutatását. A nyílt levél folytatásában a politikus megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszternek azt a segítséget, ami hozzájárul ahhoz, hogy a holokauszt zsidó áldozatai megkapják az izraelita temetés végtisztességét. Soltész Miklós államtitkár tegnap este itt az M1-en azt mondta, hogy a kormány feladata, hogy segítséget nyújtson a holokauszt borzalmainak feltárásában. Nekünk az a feladatunk ebben, mint magyar kormánynak, hogy a lehetőséget megadjuk, és majd a zsidó közösségek eldöntik, hogy milyen kegyeleti módon temetik el az áldozatokat, hol temetik el az áldozatokat, és hogyha tényleg sikeres a kutatás, akkor pedig adott esetben a történelmi szerepét, ezt hogy világítják meg ennek a tényleg szörnyű tragédiának. Több száz eseménnyel ünnepelték ma a magyar kultúrát szerte az országban és a Kárpát-medencében. Talán már mindenki tudja, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Emiatt éppen 30 éve, 1989 óta, január 22-e a Magyar Kultúra napja. A közmédia egész nap kiemelten foglalkozik az ünnepi eseményekkel, az M1 riporterei is jó pár rendezvényen jártak.
Több száz diák énekelte el a magyar himnuszt katonai zenekari kísérettel Szentendrén délelőtt. Kölcsei Ferenc 1823-ban fejezte be a himnuszt, és a magyar kultúra napja van ma, és ezt ünnepeljük. Miskolcon pedig a magyar irodalom nagy verseiből, többek között a himnusz kéziratának hiteles másolatából rendeztek kiállítást a Magyar Kultúra napján. Ha 20 másodpercen belül nem adtok választ, akkor az infóra kérvételennek fog számítani. Debrecenben pedig egy rendhagyó tanúrával emlékeztek a magyar történelemre. Jobb, mint a megszokott, mert ez a mi korosztályunkhoz alkalmazkodik, és így mi is részt tudunk benne venni. Ezen az órán egy vetélkedőt rendeztek a tanárok, ahol a diákok a telefonjaik segítségével válaszolhattak a Magyar Kultúra napjához kapcsolódó kérdésekre. Tudunk emléket állítani ebben a vetélkedőben azoknak a értékeknek, amire büszkék vagyunk, hogy magyar kultúra. A miskolci vadasparkban pedig a vadászat kultúrájával ismerkedhettek a gyerekek. Próbáltuk összekapcsolni így a múltunkat a jelenünkkel és bemutatni a régi vadászati módszereket. A Fővárosi Szépművészeti Múzeumban pedig átadták a világ leghosszabb múzeumi interaktív videófalát. Aki tehette, ki is próbálta. Ez a fal nagyon tetszett nekünk, végig ezen nézelődtünk különböző festményeket, meg a különböző képeket, nagyon tetszettek. A 15 méter hosszú, 21 LCD kijelzőből álló érintőképernyős fal csak nem 300 műtárgy adatait tartalmazza. Bármely képet megérintve megtudhatjuk többek között, hogy mikor készült és kialkotta. A több száz műtárgy közül készíthetünk albumot is. A saját telefonjainkra ugyanis egy applikáción keresztül a kép mellett megjelenő QR kód segítségével nem csak a képet, hanem a róla szóló információt is letölthetjük. Közel 5000 év kultúrájának, egyetemes kultúrájának több száz kiemelkedő műtárgyát láthatják. Közelebbről izgalmasan egy digitális módon megoldva, és kiki magával egy önálló utat állíthat össze abban az állandó gyűjteményben, amit most napról napra eznek a falnak a segítségével sokkal izgalmasabb, erősebb fókuszba kerül, mint eddig. A Magyar Kultúra napján adták át többek között a Pro Kultúra Hungarika díjat, amelyet idén Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Gyermekotthon alapítója vehetett át. Az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, a kormány továbbra is értékorientált nevelésre törekszik, ezért az igazi, klasszikus, európai, magyar és keresztény értékeket helyezi előtérbe. Az egész emberiség kultúrája lenne szegényebb, ha nem lennének olyan emberek, nem lenne egy egész nemzet, aki ápolja a saját örökségét, kulturális örökségét, ne tenne hozzá ismételten és ismételten, és ne szintetizálná a régit az újjal. Kásler Miklós hozzátette, minden nemzet fennmaradásának az a kulcsa, hogy mennyire tudja megőrizni a saját kultúráját. Az MSZP azt javasolja, hogy csökkentsék 5%-ra az áfát a kultúra egyes területein. Hiller István szerint ugyanis jelenleg bizonytalan az az új rendszer, amely a kultúra támogatására fordítható társasági adó helyét veszi majd át. Azt javaslom tehát, hogy a színházak esetében a komoly zenei, jazz és könnyűzenei koncertek esetében és a múzeumok állandó kiállításai esetére Magyarországon az áfa kulcs 5% legyen. A Párbeszéd pályázatokkal segíteni a budapesti független színházakat. Az LMP arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam feladata eljutatni a kultúrát minden magyar emberhez. Gyurcsány Ferenc pártja közleményt adott ki, a DK szerint a himnusz költője Kölcsei Ferenc, ha ma élne, akkor aggódna a magyar kultúráért. A liberálisok szerint a nyitott és európai magyar kultúrát védeni kell. Márai Sándor egykori kassai lakóházában nyílt kiállítás az író emlékére, a tárlat a felvidéki város történetét, az író ott töltött éveit is bemutatja. A 220 négyzetméteres 7 szobás házban a család eredeti bútorai és tárgyai, valamint fényképek és idézetek várják az érdeklődőket. Az épületet a magyar és a szlovák kormány együttműködésével vásárolták meg és rendezték be.
Az elmúlt években a magyar kormány ennek a háznak a megvételéhez, illetve kiállítás felállításához közel 170 millió forint támogatást adott, és örülünk annak, hogy a szlovák kulturális minisztérium is támogatja az intézménynek a fennmaradását, illetve két fő állandó foglalkoztatását vállalták ők. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon szép és jó kezdeményezés a két kormány között. A Magyar Kultúra napján vette birtokba hivatalosan Debrecen városa Munkácsi Mihály Golgota című festményét. 2 hete vált biztossá, hogy a kormány 3 milliárd forintért meg tudja venni az alkotást. Így most már a Munkácsi trilógia mindhárom bibliai témát feldolgozó festménye a magyar állam tulajdonában van. Debrecen azt ígéri, hogy jó gazdái lesznek a képnek. Véget ért Kosztarikában a katolikus ifjúsági világtalálkozó előrendezvénye, az úgynevezett missziós hét, amelyen 40 magyar fiatal is ott volt. Az ifjú zarándokok a misék mellett kulturális és szabadidős rendezvényeken vettek részt. Zárásként a csoport ellátogatott a Szent Angyalok királynője bazilikába, az 1635-ös Mária jelenés helyszínére, aztán elindultak Panama városba, ahol a világtalálkozó lesz, és ahol ott lesz majd Ferenc pápa is. Gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban, 2 ember megsérült. A robbanás ereje olyan nagy volt, hogy a ház egyik fala kidőlt, egy arra haladó busz ablaka is betörtek. A lakásban 2 voltak, egyikük súlyosan megsérült, őt a győri kórházba vitték. A katasztrófavédelem és a gázszolgáltató munkatársai kora délutánig a háznál voltak, vizsgálják, hogy mi okozhatta a robbanást. Egész nap havazott a déli ország részben, folyamatosan tisztították az utakat, de így is előfordultak már megint balesetek. Maja Lilla mutatja meg nekünk, hogy mi a helyzet most Szegeden és a város környékén. Szervusz, jó estét kívánok! Hajnalban körülbelül 1 órakor kezdett esni a hó itt a Dél-Alföldön, és azóta folyamatosan havazik. Most arra körülbelül egy olyan 10 cm vastagságú a hóréteg, de azért egész nap olyan -2-3 körül volt a hőmérséklet, amiatt azért jelentős volt az olvadás is, így most körülbelül itt a városban olyan 3-4 cm-es a hóréteg átlagosan, és nagyon sok volt a baleset. Szerencsére ezek csak könnyebb, kisebb balesetek voltak. Itt Csongrád megyében ez idáig nagyjából egy olyan 30 baleset volt. Békés megyében is délután 4 óráig 12 kisebb balesetről kaptunk hírt. És egyébként itt Szeged határában történt egy baleset, ott 2 autó ment egymásba, 2 sérült is van. De például Csongrád határában a csúszós úton egy kamion fordult keresztbe, ezt csak egy daru segítségével tudták helyre tenni. És egész éjszaka várhatóan egészen hajnalig havazni fog, tehát ez a hóréteg még nagyobb lett. Folyamatosan sózzák és takarítják a fő közlekedési útvonalakat. Ennek ellenére azért, ahogy itt a hátam mögött is látszik, havasak, sokat lassult a közlekedés. A kisebb mellékutcában azonban nagyon-nagyon havasak az utak, úgyhogy érdemes vigyázni, és éjszaka fagyni is fog, úgyhogy holnap reggel valószínűleg még balesetveszélyesebb lesz a közlekedés. Azt javasoljuk tényleg, hogy aki teheti, az inkább tömegközlekedési eszközökkel induljon útnak, és azért azt se felejtsük el, hogy a házak, a társasházak előtt a tulajdonosoknak kell eltakarítani a havat, hiszen ez is balesetveszélyes lehet a járókelők számára. Ez tehát a helyzet Szegeden, és máshol a déli megyékben is bizony esik a hó, mindenki legyen óvatos. Mondom a részleteket, mert hogy figyelmeztetés van érvényben megint. A havazás folytatódik éjjel és holnap is, éjfélig a déli és a keleti megyékben, holnap pedig 7 dunántúli megyében lesz érvényben citromsárga figyelmeztetés. Ezeken a helyeken 5 cm-nél nagyobb hó eshet, de a déli határnál akár a 15 cm-t is elérheti. Csütörtökön aztán lehet majd hó, eső, ónos eső vegyesen, péntektől megint hidegebb lesz, és akár hófúvások is nehezíthetik a közlekedést, tehát csak téli felszereléssel érdemes útnak indulni a következő napokban. Tegnap is ma újabb helyeken rendeltek el látogatási tilalmat az influenza miatt, például a Miskolci Megyei Kórházban, valamint a debreceni Kenézi Gyula Kórházban is. Hivatalosan múlt héten kezdődött a járvány, és akár 1 hónapig is tarthat. Holnap közölnek majd friss adatokat, hogy az ország melyik részén terjed a leggyorsabban a betegség, és melyik korcsoport a legveszélyeztetettebb. Jól dörzsöljétek meg a tenyereteket, és a kézfejeteket.
Naponta többször megmossák a kezüket a gyerekek, és sok gyümölcsöt esznek ebben a kaposvári óvodában. Tudják, hogy ezzel megelőzhetik a betegségeket. A gyümölcsötbe sőt a vitamin, ezért első gyümölcsöt enni. Ők nem kapták el az influenzát, de társaik közül már többen is. Néhány csoportot átmenetileg össze is vontak, annyi a hiányzó. Mi is észrevettük, hogy elérkezett a járvány. A múlt hetihez képest ezen a héten körülbelül 30%-kal kevesebb gyerek jött óvodába. Alig vannak ebben a szolnoki bölcsödében is, a gyerekek több mint fele beteg. A dadusok folyamatosan fertőtlenítenek, hogy elkerüljék az influenza tovább terjedését. Fokozottan figyelnek arra a kollégák, hogy a kilincseket letöröljék, illetve bent az orrtörlés után is fertőtlenítik a kisgyermeknevelők a kezüket fertőtlenítővel. A gyerekorvosi rendelők tömve vannak, ide is egymás után érkeznek a betegek. Fújja az orrát, tüsztök, köhög ez a fiú, és a mellette ülők is, mind ugyanarra panaszkodnak. Nagyon fáj a fejem, lázam is volt, és a torkam is fáj, és annyira gyenge lettem, hogy nem tudtam menni iskolába. Rövid vizsgálat után kiderült, hogy Boglárka bizony influenzás. Akárcsak ez az egy éves kislány, már több mint egy hete beteg, azért hozta vissza édesanyja az orvoshoz. Az influenzának ez egy szövődménye lett egy ilyen kezdődő tüdőgyulladás. Antibiotikumot kap, hogy minél gyorsabban meggyógyuljon. A körzetben rengeteg a beteg. Kedden fél nap alatt több mint 50-en keresték fel a rendelőt. Körülbelül a 90%-a influenzás tünetekkel jelentkeztek, és a kicsik is természetesen nem csak kevesebb volt a nagyobb gyermek, és inkább az ilyen, hát most tecsemők is, és 5 éves korig, tehát nagyon sok az influenzás beteg. Ez már Debrecen, szájmaszkban sétálnak az emberek az utcán, nehogy elkapjanak valamilyen betegséget. Itt is sok az influenzás. A kórházban látogatási tilalom van, az ajtók zárva, a folyosók üresek. Miskolcon sem látogathatják a betegeket kedd reggel után hozzátartozók. Az összes osztályon zárlatot rendeltek el. Mossunk minél gyakrabban kezet, mossuk le azokat a felszíneket, fertőtlenítsük, amelyeket gyakran megfog valaki. Ne köhögjünk a másikra, ha valaki maga influenzás, töltse otthon azt a pár napot, ami ennek a fertőző szakasza, ne fertőzzön el mást. Tehát miközben magára vigyázzon a köröttük levőre. Beteg gyereket ne küldjenek szülők iskolába. 13 megyében összesen 32 kórházban van már látogatási tilalom az influenza miatt. Múlt héten kezdődött hivatalosan a járvány, több mint 19 000-en betegedtek meg. Néhány perc is kezdődik a híradó az M5-ön, ma este Csete Beátával. Szervusz, jó estét kívánok! Rendhagyó módon ünnepelt és ünnepel az M5 a Magyar Kultúra napján, mutatjuk ezt is, illetve a határon innen és túli eseményeket is. Megmutatjuk, hol élt a himnusz zeneszerzője Erkel Ferenc, és ízelítőt adunk a felújított János Vitéz című mesefilmből, ami egyébként ma este debütál az M5-ön. Aztán ma lenne 76 éves Cseh Tamás, rá is emlékezünk. Az M5 híradó után pedig jön az Ez itt a kérdés című háttérműsorunk, amiben a hazánkban élő külföldi alkotókat arról kérdezzük, hogy miért és hogyan szerették meg a magyar kultúrát. Továbbá Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár összegzi majd a mögöttünk álló év eredményeit, illetve az idei kihívásokat. Tartsanak velünk néhány perc múlva a híradó az M5-ön. Köszönjük szépen! Egyelőre nem találják azt a kisrepülőt, amelyik a La Manche csatorna felett tűnt el tegnap este. Fedélzetén a Cardiffi labdarúgó csapat argentin játékosával, Emiliano Salával. A napokban igazolt a francia Nantesból Cardiffba az argentin focista, a repülővel is a francia városból tartott új otthona felé, ketten voltak a gépen, ám megszakadt velük a kapcsolat. Mentőhajók és helikopterek indultak utánuk már tegnap este, ám egy időre fel kellett függeszteni a keresést a rossz idő miatt. Ma napközben folytatták a mentőakciót, de eddig nem akadtak a gép nyomára. Emiliano Salát múlt héten vette meg a Cardiff, átszámítva 5,5 milliárd forintot fizettek az átigazolásért.